Dzsida Jenő, Psalmus Hungaricus. Vagy fél ezernyi dalt megírtam, s e szót, magyar, még le nem írtam. Csábított minden idegen bozót, minden szerelmet bújtató liget. Ó, mi hályok borult szememre, hogy meg nem láttalak, te elhagyott, te bús, kopár sziget. Magyar sziget a népek óceánján. Mi ólom ömlött támadó fülembe, hogy nem hatolt belé a vad hullámverés morzsoló harsogása, a morzsolódó kis sziget keserű mormogása. Jaj, mindenből csak vád fakad. Miért kímélted az erőt? Miért kímélted válladat? Miért nem vertél sziklatöltést, erős, nagy védőgátakat? Elhagytam koldus, tékozló apámat, s aranyat ástam én, gonosz fiú. Mi szent vagy te koldusság, s te sárarany, te szépség, mi hiú. Koldus apám, visszafogadsz-e? Bedőlt viskódban helyet adsz-e, ha most lábadhoz borulok, s eléd öntöm minden dalom, s férges rongyait csókkal illetem, s üszkös sebeit tisztára nyalom. Nagy és sötét átkot mondok magamra, verset, mely nem zenél, csak felhörök. Eget nyitó, poklot nyitó átkot, hogy zúgjon, mint a szél, bőgjön, mint megtépett szakállú vénzsidó zsoltáros jajgatása Babilon vizeinél. Epévé változzék a víz, mit lenyelek, ha téged elfelejtelek. Nyelvemen izzó vagyszeget üssenek át, mikor nem téged emleget. Hunjon ki két szemem világ, amikor nem rád tekint. Népem, te szent, te kárhozott, te drága. Ó, én tudom, hogy mi a nagyszerű, a minden embert megsimogató tág mozdulat. Az élet s haláltitkát kutató, bölcsen nemes, szép, görög hangulat. A hűssel bíztató, közös és tisztató. A szabadság, mely minden tengerekben sikongva úszik, újjong és mulat. Kezem gyümölcsöt minden fáról szedett. Nyolc nemzet nyelvén szóltam életemben, és minden fajták lelke fürdetett. És most mégis áruló vagyok. A minden eszme sajgó árulója. Most mégis bőz barlanglakó vagyok. Vonító vadki, vackát félti ója, vadállat, tíz köröm és csattogó agyar. És ki eddig mondtam ember, most azt mondom magyar. És háromszor kiáltom, és holtomig kiáltom, magyar, magyar, magyar! A nagy gyümölcsös fájáról szakadt almából minden nép fia hát, de nékem nem szabad, de nékem nem lehet. Dalolhat bárki édes szavakat, és búghat lágyan, mint a lehellet. És bízvás nyugodhatik, hol várja pad, s ha kedve támad, bárhová mehet, de nékem nem szabad, de nékem nem lehet. Bűn a mosolygó pillanat, mit lelkem elhenyél. Szívszakadásig így kell énekelnem Babilon vizeinél. Epévé változzék a víz, mit lenyelek, ha téged elfelejtelek. Nyelvemen izzó vagyszeget üssenek át, mikor nem téged emleget. Hunjon ki két szemem világ, amikor nem rád tekint. Népem, te szent, te kárhozott, te drága. Firenze képei holland virágok, zöld tengerek halk, álmos locsanása. Ájultató gyönyörűségek, Párizs tüze, Velence csillogása. Még lelkemet is lehúnyom, bezárom, hogy ne lássa. Ha atomokra bomlik is, miattuk minden sejtem, s arcom kékre torzul is. Mind elfelejtem. Hajam csapzotra borzolom, mint gubancos csepűt és szürke kócot, és gőggel viselem fajtám egyenruháját, a foltozott darócot. Mert annak fia vagyok én, ki a küszöbre téve a külső sötétségre vettetett, kit vernek ezer éve, kit nem fogad magába soha a béke réve. Bolyongásom pusztáin, a végtelen nagy éjjel, csak az ő szíve fénylik. Ő a rögeszmém, a végső szenvedélyem. Ráfonódom rajta, kúszom fölfelé, mint szőlőkarón a kacs. Mogorva lettem, kemény, sötét és szótlan és makacs.
vér csurgott rám, és nem tudom lemosni. Jajt hallottam, és nem tudom feledni. A holtakat nem tudom eltemetni. Egy eszelős dal lett az utitársam. Rekedt dal, nem zenél, csak hörög, mint a szél. Zúg, mint vihartorrán cigált fák Babilon vizeinél. Epévé változzék a víz, mit lenyelek, ha téged elfelejtelek. Nyelvemen izzó vagyszeget üssenek át, mikor nem téged emleget. Hunjon ki két szemem világ, amikor nem rád tekint. Népem, te szent, te kárhozott, te drága. Mit nékem most a Dante tercinái, s hogy Goethe lelke mit hogyan fogant? Mikor tetsz halott véreimre hull már a föld, és dübörög a hant. Mikor a búskor harsonája falakat dönt, és lelket ingat. Mikor felejtett ősi szóra kell megtanítani fiainkat. Mikor rémít a falvak csendje, s elönt a semmi árja minket. És szülni kell, és nemzen is magunk képére kalapálni ványadt gyermekeinket. Mit bánom én a történelmet, s hogy egykorom mi volt? Lehetsz-e bölcs? Lehetsz-e költő, mikor anyát sikolt? Európa, én nagy mesterem. Lám csak, mivé lett fogadott fiad? Mi korcsbeszédű hitvány, elvetemült és tagadó tanítvány? Addig paskolta áztatott kötél, míg megszökött és elriadt. Fáj a földnek és fáj a napnak, s a mindenségnek fájdalom. De aki nem volt még magyar, nem tudja, mi a fájdalom. Vallom, hogy minden fegyver jogtalan. A szelídisten könnyezett, s úgy tanította ezt. Ám annak a kezében, kit fegyver szorongat, a fegyver megdicsőül, s ragyogni kezd. Ezért nem is hányódom már magamban. Vallom, hogy igazam nincs, és mégis igazam van. És mától fogva én nekem örökké ez az énekem. Epévé változzék a víz, mit lenyelek, ha téged elfelejtelek. Nyelvemen izzó vagyszeget üssenek át, mikor nem téged emleget. Hunjon ki két szemem világ, amikor nem rád tekint, népem. Te szent, te kárhozott, te drága. Idegen vérű és beszédű kenyeres jópajtársaim. Kikkel együtt bolyongtam az emberiség ligetét. Kiket szerettem, s kik szerettétek, lágy szívem nyitott. S éneklő sebét. Nekem is fáj, higgyétek el, hogy zord a szóm és homlokom setét. Nekem is fáj, hogy búcsúzom, mert immár más utakra kell mennem, de így zeng most a trónja vesztett magyar Isten parancsa bennem, s én nem tagadhatom meg őt. Mikor beteg és reszkető, és nincs többé hatalma, mikor palástja cafatos, és fekvőhelye szalma. Nincs más testvérem, csak magyar. Ha virrasztok, miatt állok poszton. Csak tőle kérek kenyeret, s csak ő, kivel a kenyeret megosztom. Sok tévejgés és sok kanyar után jutottam el ide. Ha bűnös is, magyar. S ha tolva is, magyar. S ha gyilkos is, magyar. Itt nincsen alkú, nincsen semmi, de... Gyűlöletes ki ünneplő ruháját, s virágos lelkét fitoktatva henceg, mi elesettek párják vagyunk, testvérek a nyomorban és a bűnben. Sápadtak, torzak, bélyeges fegyencek. Zúgjon fel hát a magyar zsoltár, dújjon a boldog éji álmokon. Seperjen át a tarajos, fekete és hideg hullámokon, vérkönnyet csebegő fáklyák fényeinél, Babilon vizeinél. Epévé változzék a víz, mit lenyelek, ha téged elfelejtelek. Nyelvemen izzó vagyszeget üssenek át, mikor nem téged emleget. Hunjon ki két szemem világ, amikor nem rád tekint. Népem, te szent, te kárhozott, te drága. Száraz nyelvem kisebzett, égő fejem zavart. Elindulok, mint egykor Csoma Sándor, hogy felkutassak minden magyart. Székelyek ott a bércek szikla mellén. Üljetek mellém! Magyarok ott a Tisza partján, magyarok ott a Duna partján, magyarok ott a Tóthegyek közt, s a bácskai szőlőhegyek közt. Üljetek mellém!
Magyarok Afrikában, Ázsiában, Párizsban vagy Amerikában, üljetek mellém, ti esztán születők, s ti porlócsontú ősök, ti réghalott regősök, ti vértanúk, ti hősök, üljetek mellém. Üljid a gyűjid a népem, s hallgasd, amint énekelek, amint a hárfa húrjait, feszült idegem húrjait jajgatva tépem. Ó, népem, árva népem, dalolj velem, mint akit füstös lángokra szítottak, vérszínű, ósetét, nehéz fanyar borok. Dalolj velem hörögve, és zúgva, és dörögve, 10 millió, 100 millió torok. Énekelj, hogy világgá hömpölygjön zsoltárod, mint a poklok tikkat, kénköves szele, s Európa fogja be fülét, s nyögjön a borzalomtól, s őrüljön bele. Mérges kígyó, legyen eledelünk, ha téged elfeledünk, ó Jeruzsálem. Nyelvünkön izzó vajszeget verjenek át, mikor nem téged emleget, ó Jeruzsálem. Rothadjon el lábunk, kezünk, mikoron hozzád hűtenek leszünk, ó Jeruzsálem, Jeruzsálem. Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőket. A mai fehérvári beszélgetésekbe két fiatalember, két fehérvári diák fogadta el a meghívásunkat. Első vendégem Ráski Gergő, aki a versünnepek 12 legjobbja közébe jutott. Köszönöm szépen, kedves Gergő, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Te a Székesfehérvári Szakképzési Centrum első István szakgimnáziumának 11. osztályos tanulója vagy, és versedben versed Dzsida Jenő Psalmus Hungaricus című verse volt. Dzsida Jenő visszatérő témája egyebek mellett a hazaszeretette. Miért pont ezt a verset választottad? Miért szereted ezt a verset? Hát ezt a verset igazából a magyar tanárom javasolta számomra, hogy ezt remekül el tudná nekem képzelni, és elolvastam a verset, elég hosszú vers, de igen, a magyarság üzenete, hogy egyszerűen számomra fontos az a magyarság érzet, és ugye a korosztályom jellemzője az, hogy mindenki külföldre szeretne menni, akár tőlem mondjuk 10 évvel idősebb emberek is mindenképpen külföldön szeretne boldogulni, érvényesülni, és ennek a versnek pont az az üzenete, hogy meg kell őrizni a magyarságot, az, hogy magyarok vagyunk, és büszkének kell lennünk erre a nemzeti tudatra, mert ez tesz emberré lényegében minket magyarokká. Mennyire volt nehéz megtanulni ezt a verset? Azért ez egy elég hosszú vers, és szövegében sem a legegyszerűbb. A vers maga igazából úgy nem okozott problémákat így a megtanulás. Nyilván a hossza miatt úgy okozott némi kellemetlenséget, de egyébként így a mondani valója meg a monológ szempontjából abszolút követni tudtam, és ezért nem is volt annyira kihívás ezt a verset megtanulni. Te magad egyébként írsz verseket, vagy csak szavalsz? Hát a fiókomnak szoktam verseket írni néha napján, ha olyan élethelyzetbe kerülök, amikor úgy szükségem van erre, de inkább a szavalásban boldogulok, vagy igen. Az irodalom szeretete honnan ered? Kiskorodtól kezdve szerettél verseket tanulni, vagy esetleg volt egy olyan tanárod, aki akkora hatással volt rád, hogy megszeretted? Édesanyám magyar tanár, és édesapám pedig lelkipásztor, így innen jön az irodalom szeretete, de általános iskolában volt egy német tanárom, ő inspirált, német szavaló versenyekre jártam, és a szavalás szeretete, meg maga az irodalom szeretete is innen ered. 11-es vagy, egy év is már tovább kell tanulni. Maradsz az irodalom területén, vagy esetleg más területen vannak elképzeléseid a jövőre vonatkozóan? Az álmom az, hogy maradok az irodalom területén, de más területeket is szeretek. Így a jelenlegi tervem az, hogy politológiára szeretnék tovább tanulni, illetve és szociológiára. Hogy képzeled el az életedet 5 év múlva? Ez egy nagyon fogós kérdés. Remélhetőleg boldog leszek, Budapesten szeretnék élni. Igazából a szokásos sablon dolgokat tudnám itt elmondani, de tényleg így szeretnék valami fontosat addigra nyújtani így az embereknek, és így a magyarságnak is, így az országon belül. Szeretném, hogyha
tudnák azt, hogy ki vagyok. Egyébként színészi ambícióid is vannak? Vannak, igen, vannak. Bár abba nem tudom, hogy hogy tudnék érvényesülni. Ez majd a jövő zenéje. Az irodalmat leszámítva az iskolában van még valami szíved csücske, esetleg másik tantárgyak közül mi az, amit szeretsz? A kedvenc tantárgyam a történelem. Ugye a hazaszeretet mellett egyszerűen a történelem az nekem olyan, mint egy ilyen valósághű mese, szóval számomra a kikapcsolódást tanulni egyszerűen annyira érdekes, ahogy így elképzelem a lelki szemeim előtt, hogy történnek a történelmi események, hogy alakulnak így egyes mondjuk politikai pártok, vagy hogy minek mi a következménye, vagy miért pont az. Számomra ez lenyűgöző. Bejutottál a 12 döntős közé. Hogy állsz a versenyhez? Izgulsz egyébként? Alapvetően nem vagyok egy izgulós természetű ember. Természetesen így a döntő miatt nagyon izgulok, de általában az utolsó pillanatban szoktam így elkezdeni izgulni. Addig teljesen nyugodt vagyok. Jó, szabadidődben mivel foglalkozom, mit csinálsz? Szabadidőmben szeretek gördeszkázni, Rubik kockázni és sportolni, meg természetesen, mint a mai tinédzserek, számítógépezni is. Osztálytársaid szurkolnak, támogatnak? Hát van, aki igen, van, aki nem. Igazából ez változó, de biztosan mellettem állnak. Kedves Gergő, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Sok sikert kívánok a versünnephez, és egyáltalán a jövőben is. Köszönöm szépen. József Attila, amit szívedbe rejtesz. Amit szívedbe rejtesz, szemednek tárt ki azt. Amit szemeddel sejtesz, szíveddel várt ki azt. A szerelembe, mondják, belehal, aki él, de úgy kell a boldogság, mint egy falat kenyér. S aki él, mind-mind gyermek, és anya ölbe vágy, ölnek, ha nem ölelnek, a harctér nászi ágy. Légy, mint a 80 éves, akit pusztítanak a növekvők, s míg vérez, nemz millió fiat. Már nincs benned a régen talpadba tört tövis. És most szívedből szépen kihull halálod is. Amit szemeddel sejtesz, kezeddel fogd meg azt. Akit szívedbe rejtesz, öld, vagy csókold meg azt. Baksa Ervin István előadásában láthatták, hallhatták a nézők József Attila, amit szívedbe rejtesz című versét. Ervin a Szent István mezőgazdasági és élelmiszeripari szakgimnázium és szakközépiskola 1/9-es osztályának tanulója. Ervin, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Miért szereted ezt a verset? Ezt a verset egyébként én saját magam választottam, és hát József Attila is az egyik legkedveltebb költőm a magyar irodalomban, és azért is választottam ezt a verset, mert nagyon tetszik, és nagyon át lehet érezni, és sokat mondó. Mit üzen neked ez a vers, és te ezzel mit üzensz a nézőknek? Hát igazából számomra nagyon megható, és amikor én is gyakoroltam ezt a verset, és tehát nekem is kicsordult a könny a szememből, és tényleg nagyon átéreztem, és nagyon, nagyon tetszik. Te is gyermekkorod óta szavalsz, vagy mikor jött neked ez a dolog, hogy szeretsz verseket mondani, olvasni? Én pár évvel ezelőtt kezdtem el ezt az egész versmondást és a versírást is egyben. Eleinte csak versmondó versenyekre jártam az iskolába, ahol most ugye jelenleg járok, és mindig szereztem tapasztalatokat, élményeket és rutinokat, és ezáltal megmaradt bennem ez az egész irodalmi szeretet. Mesélj egy kicsit a saját verseidről.
Hol tudjuk elolvasni őket esetleg? Saját verseimet mindig közé szoktam tenni egy verses weboldalon, de valamikor a közösségi oldalakon is ki szoktam posztolni ezeket a verseket, amiket én írok. Az irodalomon kívül én nagyon szeretek zenéket írni, illetve előadni, és ugye vannak a verseim mellett saját dalaim is, és szoktam ezeket előadni, valamikor szoktak hívni fellépni, és akkor ezt így örömmel elő szoktam adni. Itt Székesfehérváron is fellépsz a jövőben esetleg, közeljövőben? Hát, hogyha van ilyen tehetségkutató esetleg, vagy hogyha tényleg kapok meghívást, akkor szívesen elvállalom ezt a lehetőséget. És a jövődet is akkor talán így képzeled el? Hát igen, így a zenével kapcsolatban képzelem el, így ez a zenei karrier. Igazából igen, ez így most a legfőbb álmom, hogy elismert előadó művész legyek, mind zeneileg, és mind pedig így szavalásban is. Bejutottál a 12 döntős közé. Hogy várod a döntőt? Milyen izgalmakkal nézel elébe? Hát én nagyon várom igazából a döntőt. Hát megmondom őszintén, egy kicsit izgulok, mert ugye én tavaly jelentkeztem a versünnepre, és akkor sajnos nem sikerült eljutnom idáig, és most megint megpróbáltam, és tényleg most sokkal jobban izgulok, mint az elődöntőn. És van valami módszered, hogy küzdöd le a lámpalázad egy-egy fellépés előtt, akár egy szavalás előtt? Igazából nem szokott nagyon lámpalázom lenni. Igazából a rutin, meg ahogy nekem voltak, ugye, jártam ugye versenyekre is, meg ugye volt egy fellépésem, és akkor így azáltal én így már nem igazán szoktam parázni. Eleinte még úgy nagyon féltem, meg előtte volt, hogy elsírtam magam, annyira féltem ugye az egésztől, de most már ez nem jellemző. Milyen versenyekre jártál? Leginkább ilyen versmondó versenyeken vettem részt, és hát nem mondom azt, hogy... Tehát, hogy mindig szereztem tapasztalatot, még akkor is, ha nem lettem dobogós. Én akkor is úgy voltam vele, hogy hát ezzel is nyertem. És most nekem nem kellett ahhoz, hogy most első legyek, második, vagy akár harmadik. Nekem, én már akkor jól éreztem magam, amikor elő tudtam adni a verset, és át tudtam adni azt az egészet. Szakközépiskolába jársz, ahol egyébként egy szakmát is tanulsz. Erről egy kicsit meséljél nekem. Én nekem már van egy szakmám, egy pék, és amellett ugye egy érettségi. Most egy másod szakmám vagyok jelenleg, ez egy édesipari termékgyártó szakma. Hát megmondom őszintén, hogy így fél év után rájöttem, hogy ez nem az én szakmám. Szeretek sütni egyébként, de ez így nem tetszik nekem ez a szakma, és hát szerintem majd inkább most elkezdem ezt az álmaim felé megyek inkább is. Így a zenével szeretnék tovább foglalkozni. És amikor befejezed a szakközépiskolát, akkor ezen a területen szeretnél is tovább tanulni, vagy mindjárt belecsapsz a nagybetűs életbe, és felépíted a zenei karriered? Inkább fel szeretném építeni minél előbb a zenei karrieremet, és tényleg most azon is vagyok, meg jelenleg ugye készülök a döntőre is. Kicsit a zenei műfajról mesélj nekünk. Hát nekem ugye van egy példaképem, így külföldi példaképem, ugye ő pedig az Eminem, és ő is ilyen old school-os, tehát én is inkább az old school-os zenékhez vagyok jobban hozzászokva, és én is olyan zenéket, olyan zenei alapokra vagyok én is most nagyon ráállva, és a saját szövegek pedig mind ő eredetiek, tehát úgy mondom, hogy hiteles, és az arról szól, amit én átélek, és az is fontos, hogy én nem használok trágár szavakat a zenéimben. Magyarul írod a szövegeidet? Magyarul zenélsz? Vagy igen, esetleg... magyar nyelven vannak a dalok, de szeretném majd én is egy ilyen angol nyelvű rap számot is majd kiadni esetleg így a közeljövőben. Nagyon sok sikert kívánok, Ervin, mind a zenei pályához, mind pedig a versünnephez. Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. És remélem, hogy a jövőben Székesfehérvár méltán lehet rád büszke, és eléred a céljaidat, és éles zenész leszel. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, köszönjük, hogy ma is velünk tartottak. Viszontlátásra.